A Balatoni Hajózási ZRT 2022-ben indította a 176. hajózási szezonját. A tavalyi esztendő első időszakában a járványhelyzet miatt a személyhajózásban is csökkent az utasforgalom. A nyár viszont rekordokat döntött. A 2021-es évben a Bahart személyhajói 650 ezer, a Kompok pedig közel 1,4 millió utast szállítottak. A Balatoni Hajózási ZRT az idei évtől is számos újdonsággal készül. Az egyik az maga az arculatváltás, a megújulás, a frissesség, ami meg fog jelenni a hajókon, a kikötőkben, már megjelent a honlapon, a hamarosan elinduló online jegy felületén, illetve természetesen a menetrendben és a szolgáltatás választékban is. Ez azt jelenti, hogy elsősorban a nyári főmenetrendben a keleti medencében indítunk új járatokat és intenzívebb járatokat, illetve jelenti azt is, hogy a programhajó választékban sűrítjük az augusztusi menetrendet, ez elsősorban a buli hajókat, illetve a gyerekeknek szóló varázshajó programot jelenti. Kezdtén a legnépszerűbb a nosztalgia sétahajózás, melyet a több mint 130 éves Helkán a Balaton egyik legrégebbi nosztalgia hajóján teheti meg az utazó közönség. Évente közel 30 ezer utas választja ezt a programot. Balla Norbert Tiszakécskéről, a Tisza partjáról érkezett, szabadságát Hévízen tölti. Nagyon szeretem a Balatont, édesapám a Balaton déli partján szállít savanyúságot, és így rendszeresen szoktam járni a Balaton déli partjára, de mint munkaként járok a Balaton déli partjára, és mint pihenés, az nagyon ritkán adódik meg így a Balaton partján, és most ezt a hétvégét úgy gondoltam, hogy itt a Balaton nyugati partján töltöm. A tavaszi időszakban a Bahart a menetrendi hajókon, sétahajókon, kompokon várja az utazó közönséget. A nyári szezontól pedig a programhajók is beindulnak. Keszthelyen a varázshajó program mellett az idei évtől már a 3 órás bulihajó szolgáltatás is igénybe vehető.